Alapításának 69. évfordulóját ünnepelte a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. Az intézmény vezetősége kihasználta az alkalmat, hogy kitüntesse egykori diákjait, valamint jelenlegi munkatársait és támogatóit. Színes, zenés-táncos műsorral ünnepelte 69. születésnapját a Művészeti Egyetem. Az évek során a színészképzés mellé más, ehhez kapcsolódó szakokat is felzárkóztattak, így rendezőit, díszlettervezőit, koreográfiát, bábszakot és multimédiát, hogy lépést tudjanak tartani. Mivel a színpadi művészet nagyon múlékony, ugye a médiának az a dolga, hogy ezeket a múló pillanatokat rögzítse az utókor számára. Tehát ezek is művészeti ágazatok, és ilyen értelemben azok is kockázatosak, és csak az él meg benne igazán, aki tehetséges, és aki tőlünk megtanulja alaposan a szakmát. Az ünnepségen részt vettek az 50 évvel ezelőtt végzett osztály tagjai, akik szívesen emlékeztek vissza fontosabb szerepeikre, tanáraikra és a tudásra és értékekre, amelyet tőlük kaptak. Ezek a tanárok olyanok voltak, hogy amit nekünk délelőtt tanítottak, kötelező volt színházba menni, az hitelt nyert este a színpadon. Tulajdonképpen a Székely Színház a csoda, hát innen indult ki, és nem tudom elmondani, az erkölcsi tartás, azt gondolom, amit adtak az erőt. Az segített nekem. Kitüntették az egyetem háttérben dolgozó munkatársait, de a szenátus két tiszteletbeli tagot is avatott, akiknek köszönetet mondtak kemény munkájukért és a folytonos támogatásért.